Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió Völgységi magazinját látják. Eperjesi Tímea vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Nyári élménytábor. Népi játékokkal készültek a Völgységi Múzeumban. Zombai lovasnapok. Immár 23. alkalommal mérették meg magukat. Kisvejke. Ismerjék meg a település polgármesterét. A Völgységi Múzeum dolgozói több alkalmas nyári élménytábort szerveztek a gyerekeknek. A programokon, kézműves foglalkozásokon vehettek részt, valamint népi játékokkal is készültek. Bonyhádi Völgységi Múzeum idén is élménytáborokkal várta a 7-12 éveseket, ahol a fókusz a hagyományápolás, a történelem, régészet, néprajz és természettudományok köré épült. Számos kézműves foglalkozással készültek, például hon- és helyismereti játékokkal, interaktív foglalkozással. Tematikus napokat szervezünk, ami azt jelenti, hogy partnereink révén érkeznek hozzánk kémikusok, fizikusok, de érkezik hozzánk népművelő, népi játékkészítő, fafaragó is, és van két kirándulós napunk. Gyerekek ma népi játékokkal ismerkednek, illetve fafaragás és csontékszer készítés a program, illetve a drukkolás technikáját és a hímzést tanulják meg a meghívott előadóink segítségével. A hímzésnek a drukkolás részét, amikor a minta rákerül a vászonra, azt a szakavatott hozzáértő segítőinkkel, illetve mi a hímzés technikáját, a kitöltéses hímzést tanítjuk meg nekik, ez kalocsai minta legfőképpen. Kiválasztasz kettő magadnak megfelelő, vagy hármat, és csak három egyformát próbálj megválasztani, és akkor nagyon szép körkörös mozdulattal megcsiszolgatod, és utána a szélét is, és csak. Csontékszerekkel készül Szedlacskó Csabi, ők létrehoztak egy kulturális egyesületet Závodon, és szeretné a fafaragás csontékszerkészítés technikáját megtanítani nekik. Ez még számunkra is egyébként meglepetés, mert soha nem láttuk, csak láttuk a szuper jó végeredményt. 18 gyerek érkezett most az első körben, és a következő, ami két hét múlva lesz, ott is leszünk 17-en. Annyira népszerű, hogy márciusban meghirdetett időpontjaink rögtön két héten belül betelnek. Ezen a héten elmentünk Komlóra, a Komlóverzumba, ami ugye ilyen ősmaradványokat és földtörténetet bemutató új kiállítás, illetve bányatörténeti kiállítás. Tegnap pedig a Szászvári Várkastélyt ismertük meg, és a nemezelés technikáját tanultuk. Tavaly meg tavaly előtt is voltam, és nekem nagyon tetszett ez a tábor. Miért tetszik neked? Hát mert utazunk mindenfelé, és élményeket élünk át, amiket nem biztos, hogy át tudunk majd a jövőbe. És már ma mit csináltok? Ma ilyen virágmintát csináltunk, meg régészkedtünk, meg ott bent a múzeumban régész dolgokról tanultunk. Most éppen a pólómat hímzem meg. És hogyan kezdtél neki a meghímzésének? Hát úgy, hogy először meg kellett drukkolni a pólót, és utána megmutatták nekem, hogy hogyan hímezzek. És milyen minta van rajta? Virágos minta van rajta. És ezen kívül már hogy fog telni a napotok? Jól fog telni, nagyon jól fog telni. Mert sok jót hallottunk róla, és volt már a szomszédunk, és ők is megmutatták nekünk, hogy miket csináltak, és akkor eljöttünk idén. Vettelek búzát, vettek hárpát, virágom, virágom,
közepébe csokros rózsát, virágom. Na még egyszer, vettek búzát, vettek Árpád. Jól érezzük magunkat, jó sok programmal, és én múlkor is voltam, és jól éreztem magamat. És nem tudunk unatkozni itt. Rám meg nem tudunk senki most nagyon vigyázni, ezért. Ja, meg úgy is bejelentkeztük, és szeretek itt lenni, igen. És hogy érzitek magatokat ebben a táborban? Nagyon jó. Jó. Most még nagyon jó. És mit fogtok ma még csinálni? Fogunk palacsintát enni, ebédet is fogunk enni. Már polófast is megcsináltuk, még stb. Most csináltuk ilyen népi játékokat, és ilyesmi. Mik ezek a népi játékok? Hát ilyen régi játék, karikaizélás. Patkódobás, ilyesmi. A Hőség nem kímélte az immár 23. alkalommal megrendezett zombai lovasnapok versenyzőit. Jószágokat és sportolókat egyaránt megviselte a forróság, de mindenki hősiesen helytállt a nagy kihívás ellenére. Hagyományokhoz híven idén is megrendezték Zombán a kétnapos fogadhajtó összecsapásokat július 13-án és 14-én. Hírnikül György, a Zombai Lovasklub Egyesületének elnöke értékelt az első nap végén. 2000-ben alakult egyesületünk, 24 fővel, azóta olyan 130-140 fő az állandó létszámunk, és 23. alkalommal rendezünk fogadhajtóversenyt. Ez a fogadhajtóverseny olyan hagyományokra néz vissza, ahol itt megjelentek nálunk világbajnokok, Európa bajnokok, a fogadhajtás legendái, ami nagyon büszkék vagyunk, nagyon szerettek ide járni mindig, és megpróbálunk megfelelni azoknak a hagyományoknak, amiket az elődeink ránk hagytak. A mai nap nagyon nehéz volt, legfőképpen az időjárás miatt, 40 fokos kánikula, mindent megtettünk azért, hogy a lovak jól érezzék magukat a lehetőségekhez képest. Lómosót alakítottunk ki, többször voltak napközben mosva, a büfé üzemelt, hideg italok voltak, tehát úgy nézem, hogy azért át tudtuk vészelni ezt a napot. Nagyon nehezen sikerült ezt végigtenni, tehát lehetett látni ezt a lovak teljesítményén is, hogy ebben a nagy kánikulában nehezebben koncentráltak a hajtók is, a lovak is, de túl vagyunk rajta, és örülünk neki, hogy ez a nap lejárt. Este lesz egy kombinált hajtás, 22 órakor kezdődik, annak körülbelül 1:30-ig fog tartani hajnalba, és holnap pedig egy ügyességi verseny lesz, szabadidőlovas megméretetés, ahol 165 start lesz, ugyanilyen nagy melegben. Én remélem, hogy a holnapi nagy melegben is ugyanilyen jól tudjuk venni majd az akadályokat. Nagy meleg miatt nem jött el egy pár fogat, és megpörgettük úgy a napot is, hogy minél előbb haza tudjanak menni a fogatok, hogy hűsistálóba tudjanak lenni, és ne kínozzuk egymást tovább. A fogatok, arról el lehet mondani azt, hogy ez egy olyan sport, ami több éves rutin szükséges hozzá. A hajtóknak is kell ez a rutin, de hiába van neki jó rutinja, amikor egy kezdő fogattal megy. Tehát az is több év kell ahhoz is, hogy az a fogat és a hajtó összeszokjon. Itt lehetett látni nagyon régi hajtókat, fiatal lovakkal, ők se tudtak most brillírozni, de viszont vannak rutinos lovak, idősebb hajtókkal, akik viszont hozták a tőlük elvárt eredményt. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője tűzte fel a szallagokat a legjobbakra, és adta át a trófeákat a büszke helyezetteknek. Farkas Jókai Noémi 2002-ben költözött Kisvejkére, ahol óvónőként kezdett el dolgozni. A mai napig ezt tartja hivatásának. 2019-ben pedig megválasztották polgármesternek. Azóta is ő vezeti a Kajszi Barackról is híres községet. Kérjük, tekintsék meg a róla készült kisfilmünket.
Lengyelen születtem, ez innen Kisvekétől 4 kilométerre, 5 kilométerre található szomszédos település. Ott nőttem fel, oda jártam általános iskolába, mindig szerettem tanulni, és ugye mindenkinek egy nagy vízválasztó a továbbtanulás. Abban az időben, és ez nem most volt, amikor nekem kellett pályát választani, akkor még nagyon fontos volt az, hogy az embernek legyen egy szakma a kezében. Mindig szerettem gyerekekkel foglalkozni, így én Somogy megyébe kerültem Csurgóra egy óvonőképző szakközépiskolába, és onnan természetesen automatikus volt, hogy megy az ember tovább főiskolára. Így, hát kimondom, 94-ben diplomát szereztem óvonőként. Akkor még nem tudtam elhelyezkedni, mert gyesen voltam a gyerekeimmel. És 2002-ben kaptam meg a lehetőséget itt, Kisvelkén, hogy először óvonőként dolgozhassam. És azóta itt vagyok. Egy évre egyszer elmentem, egy kis kitérőt tettem, ki szerettem volna próbálni, hogy máshol talán jobb, máshol talán nincsenek problémák. Mindig mindenhol vannak problémák, csak más jellegűek. Egy évet voltam távol Kisvelkétől, viszont rájöttem, hogy nekem Kisvelke a hazám. Itt tudok kiteljesedni, óvonőként is, emberileg is, így hazajöttem egy éves kitérő után, és 2006-ban megszületett a harmadik gyermekem, szintén egy kislány, vele is csak 2 évet voltam otthon, mert azt éreztem, hogy be vagyok zárva, nekem mindig tevékenykednem kellett, így amint lehetett, azonnal visszamentem dolgozni, nagyon-nagyon szeretem a szakmámat. 2019-ben az akkori polgármesterünk, Höfler József, közel 30 évig vezette a települést, úgy döntött, hogy ő többet nem indul, nem szeretne már polgármester lenni. Adott volt tehát a lehetőség, hogy elinduljak, és ezt megtettem. Volt elég bátorságom, akkor azt gondoltam, hogy hát megpróbálom, de nem sok esélyt fűztem ehhez az egészhez, viszont Józsi bácsi nagyon támogatott. Ő maradt a testületben, és hát októberben sikerült is, meg is lepődtem egy kicsit. Ő ugyan mondta, hogy ezt meg fogod nyerni, de én nem hittem benne. Mégis sikerült. Nagyon sokat számított, hogy ő bent volt a testületbe, és amíg tehette, addig ő ott volt mögöttem egy bástyaként. Egy bástyaként volt, amikor kezdőpolgármesterként ő nagyon-nagyon sokat segített nekem abban, hogy törte előttem az utat. Tehát volt olyan megbeszélés, amit ő előkészített nekem, és nekem csak be kellett odaülnöm. Ezek nagyon fontos dolgok, hogy az embernek milyen mentora van. Rendkívül hálás vagyok neki, nem csak ezért. 2002-ben, mikor ide kerültem, ő kenyéradó gazdám lett, hiszen a település polgármestereként ő intézte el, hogy ide kerüljek ebbe az óvodába. Végig kísérte a pályafutásomat, támogatott ott is, amiben csak tudott, és polgármesterként is. Tehát ha lehet azt mondani, hogy valakinek példaképe van, akkor úgy gondolom, hogy 2002 óta én kijelentettem, hogy Höfler József számomra egy példakép volt. Sajnos elvesztettük őt, így a testületben is cserélődtek a tagok. Nagyon nagy veszteségnek éltem meg én is, a testület is, és úgy gondolom, hogy a település is, hogy Józsi bácsi már nincs velünk. De az emlékét őrizzük, és úgy gondolom, hogy amit ő ránk hagyott, azt tovább véve örökre itt maradhat velünk. Mi elhatároztuk, tele ambícióval, hogy mi közösséget fogunk építeni Kisvelkén, hiszen gazdaságilag tényleg Józsi bácsi úgy hagyta ránk ezt a dolgot, hogy mindent kiaknázott, amit csak lehetett. Nekem már csak át kellett adnom egy olyan beruházást, mint a temperált válogatótér, ami nagyon nagy dolog volt Kisvelke életében. Ez mondhatom azt, hogy nem mondom azt, hogy közös projekt volt. Józsi bácsi kiaknázta, végigcsinálta, de a végét rám hagyta, és bizony markáns feladatnak tűnt a lezárás is, de voltak segítőim. Tehát a Covid idején nem
nem igazán tudtunk közösséget építeni, de azért egy pici morzsája mindig volt. Mindig megoldottuk azt, hogyha nem is találkozhatott a közösség, és kihasználtuk az internet adta lehetőséget, a Facebook oldalt erőteljesen használtuk, és megtaláltuk az embereket, és nem adtuk fel. Ebben az 5 évben volt, bevezetésre került az Advent 4 hétvégéje, ez egy 4 hetet felölelő időszak, mert azt gondolom, hogy a karácsony az egyik legfontosabb ünnep a vallásos emberek, a katolikus emberek életében, egyébként is szerintem. Úgy gondolom, hogy karácsony előtt egy hónappal mindenki megőrül. És egy picit próbáltuk azt előtérbe helyezni, hogy talán nem kell rohanni, nem az ajándékok a legfontosabbak, hanem az, hogy kik vesznek körül minket ebben az időszakban. Ezért létrehoztuk az advent időszakát, és minden egyes hétvégén más-más gyújthatott gyertyát. Ez mindig meglepetés volt, nagyon izgalmas volt, mert mindenki kíváncsi volt, hogy ki fogja gyújtani a következő gyertyát. Egy arra érdemes szemét választott a testület, szépen csendben, titokban. És ez olyannyira kinőtte magát, hogy az utolsó, tehát az ezelőtti adventi időszakban már nem mi, tehát nem az önkormányzat szervezte meg mind a négyet, hanem ugye vannak kis közösségek Kisvejkén belül, a roma önkormányzatunk, a német önkormányzat vagyunk mi, és működik nálunk egy nyugdíjas klub is, rendkívül aktívak, és minden egyes adventet valaki szervezett, és nagyon érdekes volt látni, hogy különböző kultúrák, különböző nemzetiségek, különböző életkorban élők mennyire másképp látják a karácsonyra való ráhangolódást. Ez nagyon nekem egyébként is szívügyem volt ez, és nagyon jó érzés volt az, amikor az ember nem feszült, hogy minden a helyén van-e, minden jól sikerült-e, hanem leülhetett az ember, és ezt értékként tudta megélni. Nagyon szuper dolog volt, de a Covid ideje alatt nekünk ugyanúgy volt tojásfánk, jött ez az ötlet, hogy miért ne csinálnánk meg. Nem találkozhattak az emberek, de felhívás került ki a Facebookra, mindenki hozta a maga által díszített kis tojásokat, került ide Bonyhádról, régi kisvejkei illető, aki most Pakson él, erre jött, megállt, feltette a tojást a tojásfára. Tehát úgy gondolom, hogy ezek igazán nagy értékek. De ez mellett bevezetésre került a húsvéti locsolás, a fiatal legényeink végigjárták a települést, minden házba bekopogtak, és itt azért olyan szépek a kisvejkei lányok, asszonyok, és a legifjabb asszonyok, mert mindenkit meg tudtak locsolni. Ugyanígy a májusfa állítás, amiből aztán pünköstkor májusfa kitáncolás lett, egybekötve egy gyereknappal. Tehát úgy gondolom, hogy Kisvejkén igen, elindult valami, elindult a közösségi élet, ezt kell majd tovább folytatni. Kisvejke gyümölcstermesztő település, fő profilja ugye a barack. Valamelyik nap érdeklődött tőlem egy fiatal ember, hogyha ő bejön, tehát hogy ő venne Kisvejkén barackot, és hogy kihez forduljon, és csak annyit tudtam neki javasolni, hogy induljon el autóval, és ha beért a Kisvejke táblán belőle, ha nem az első házba, de a másodikban biztos, hogy fog tudni barackot venni, lekvár barackot, vagy akár cefre barackot, akár étkezési barackot. Igen, az idei termés nagyon jól sikerült. Viszont 2 héttel korábban érett minden, tehát, és minden egybeérett, minden fajta. Tehát igen, nagyon erősen oda kellett fókuszálni gazdáknak és szedőknek egyaránt, hogy a barack minél előbb a piacra tudjon kerülni, és minél kevesebb vesszen kárba. De jó volt a termés, így több embernek lehetett munkát adni, hiszen Kisvejkén nagyon sokan élnek szezonális munkából, de most lehetett dolgozni. A Kajszi Fesztivál is régre nyúlik vissza, annyiban változtattunk rajta, mert ugye a termést előre nem lehet megmondani, hogy milyen lesz, és az időjárás az néha csalóka, és a viszontagságai miatt nem mindig volt olyan a termés. Régen minden egyes lekvárfőző, aki jelentkezett a versenyre, 30 kiló barackot kapott ingyen, amit ugye befőzött, adott le mintát, azt zsűriztük,
de a többit hazavihette. De ez nem minden évben sikerült. Nem tudtuk mindig biztosítani ezt, és a testület akkor egy kicsit fordított rajta, egy kicsit variált rajta, főzőversennyel indítjuk a Kajszi Fesztivált, bárki főzhet bármit, amihez éppen kedve van, ezt zsűrizzük, de ez mellett újra visszatértünk a hagyományainkhoz, be lehet hozni lekvárt zsűrizésre, és hát ami a legfontosabb, a pálinkát is be lehet hozni, és ezt is zsűrizzük. A Kajszi Fesztivál egy egész napot felölelő rendezvény, a település úgymond falu napja. Ezt elcsúsztattuk most egy kicsit későbbre, mert ez július utolsó hétvégéjén volt mindig. De nem mindig érett ilyen hamar a barack, és megrendeztük ugyan a Kajszi Fesztivált, de nem volt, aki eljöjjön, mert mindenki a földöken dolgozott, tehát szedték a barackot. És ezért kitoltuk augusztus első hétvégére, addigra azért lecseng a barack. Nyilván van utána még szilva, alma, de nem olyan erőteljes, mint a barack termése. Úgyhogy augusztus első hétvégén szeretettel várunk mindenkit Kisvejkére, a Kajszi Fesztiválra, ahol nem csak a termést, a gazdákat és a szedőket is ünnepeljük. Kisvejkén nagyon összetartóak az emberek. Én azt gondolom, hogy például egy nyugdíjas klub létrejöttével erőteljesen megindult a közösség fejlesztése, nagyon aktívak, minden rendezvényen ott vannak, kérik a feladatot, sőt, automatikussá vált számukra, hogyha a településnek rendezvénye van, ott a helyük, segítenek, fellépnek, nagyon büszke vagyok rájuk, de ez mellett önállóan is működtetik magukat. Nagyon kevés a gyerek most Kisfejkén. Régen ezt az óvodából tudom mondani, az óvodába, amikor én ide kerültem, akkor ilyen 29-es, 30-as létszám volt, de azt gondolom, hogy ez nem csak Kisvejke problémája, mindenhol kevés a gyerek. Jelen pillanatban 8 gyerek jár az óvodába, viszont születnek gyerekek. Azoknak születnek gyerekeik, akik óvodásaim voltak. Nagyon bízom benne, hogy ők a település óvodáját fogják választani, és egyre több kisgyerek lesz a településen, és akkor újra fel lehet növelni ezt a létszámot. Mindig szokott olyan lenni, hogy nagyon sokan vannak, megcsappan a létszám, és újra emelkedik, hiszen én is egy ilyen baby boomba születtem bele annak idején, és ez nagyon-nagyon régen volt. Tehát ez a hullámzás, ez mindig megfigyelhető. Én rendkívül pozitívan állok ezekhez a dolgokhoz. Bíztatom a fiatalokat, hogy házasodjanak, telepedjenek le itt Kisfejkén. Ez egy csendes, nyugodt kis település, nincs elzárva a városoktól, hiszen Dombovár és Bonyhád között van. Bonyhád 18 kilométer, tehát nagyon könnyen be lehet jutni a városba. De amikor csendességre vágynak, nyugalomra vágynak, akkor Kisfejkén érdemes itt házat venni, letelepedni, családot alapítani. Önök a Tolnatáj Televízió Völgységi magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!